gyermekek évéről beszélgettünk, gyermekeknek szánt programokról is. Itt van egy újabb meghívott, Ádám Katalin, aki tulajdonképpen a gyermekek háza? Igen. Elnézést, a gyermekek házában szakkörvezető. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Én is szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a nézőket. Igen, a Csíkszeredai Gyermekek Házában dolgozom már 90-től. Népi gyerekjátékot és kézművességet tanítok évente sok száz gyereknek. Mit jelent ez, hogy kézművesség? Milyen típusú kézműves foglalkozások vannak? Kizárólag természetes anyagokat szeretek használni, és hát elég széles körű. A nemezeléstől butorfestés technikákig, gyöngyfűzés, rongybaba készítés, szövés technikák, ilyen karmantyúfán szövés, szátfán szövés, varrás, öltés technikák, fonás. Ez egy csomó lánynak való tevékenység. Vannak fiúknak valók is? Tehát, hogy van egy külön osztag vagy csapat, aki a fiúkkal foglalkozik? Nincs külön osztag. Tehát ebben az én körömben úgy állítom össze a tevékenységeket, hogy a fiúknak is kedvükre való legyen. Szoktunk bőrből, nagyon sok dolgot készítenek a fiúk is szeretettel, fából is dolgozunk. A nyári táboraink alkalmával pedig elég sok közreműködővel, férfiakat is meghívok, ilyenkor kedvükre fúrnak, faragnak. Tehát igyekszem. Egyébként meg miért ne tanulhatna meg egy fiú is varni, vagy szőni, vagy van ilyen jellemző ez? Vagy nagyon sok példa van arra, hogy a fiú tanítja meg a lányokat tűbe fűzni, vagy hogy kell bogot vetni a cérna végére. Sok fiúnak ez is kihívás, érdekes, szeretik. Azt is tudni kell, hogy tegnap a nézők már látták, ahogy körtáncoltatok, tehát ezt a táncházat, ami itt a megyeháza előtti téren zajlott a Hargitai megyenapok keretében. Tehát, hogy mindenki úgy ismeri önt, hogy néptáncot is tanít, és népdalt is. Ez is benne van a tevékenységben? Igazából népi gyerekjátékokkal kezdem mindig az Aprók Táncházában. Az Aprók Táncháza is már 90-től működik. Sok-sok száz gyerek indult itt évente. Tehát fontosnak tartom, hogy a népi gyerekjátékokkal, az egyszerű dallamokkal, népdalokkal kezdeni, és igazából csipegetünk a felcsiki, a gyimesi, valamint a moldvai csángó néptánc elemekből. Igen? És én 5. osztálytól továbbadom, tehát akik kiskorban Aprók Táncházába, illetve Serke Táncházba járnak, azok nagykorukban a Borsika Tánc Együttesbe szoktak tovább menni. Ma már nagyon sok tudományos munka is született arról, hogy az időben tanított gyerek játékok, mondókák, népi mondókák, milyen hatással vannak, milyen jó hatással vannak a gyerekekre. Ezt egy gyakorló pedagógus, aki évek óta ezt tanítja, alá tudja támasztani? Igen, én is így érzem, hogy nagyon sokat jelent a gyerekek érzelmi intelligenciájuknak a fejlődésében, esztétikai nevelésükben, önazonosság tudatuk kialakításában, környezetük lélekkel áthatott formálásában is ugyanakkor. Nagyon sok jótékony hatása van, felkészíti a gyerekeket az életre, felnőtté válásra, a munkába való belenevelődésben van nagy szerepe. Milyen gyakorisággal járnak a gyerekek? Ezt gondolom egy délutáni önkéntes kör, tehát hogy a szülő beíratja, vagy ez hogy működik, mi a rendszere? Igen, a szülők beíratják, illetve vannak tanítónénik, akik tanítás után kihozzák a gyerekeket, vagy mi jövünk a gyerekekért és kisétálunk a taplocára az intézményünkbe. Valószínűleg vannak már olyanok, akik felnőttek azóta, hogy önhöz jártak kisgyerekként. Élmény velük találkozni? Emlékeznek? Mert azért ez egy kisváros, egy kisvidék, itt mindenki mindenkit ismer. Jó, hogyha visszaköszönnek? Nagyon nagy élmény. A tegnap volt egy ilyen példa, hogy koncertet hallgattuk, és megszólított egy lány, hogy hú, megtetszik-e ismerni, 8 éve már ugyan Németországban élek, de milyen sokat jelentett az, amikor együtt kézműveskedtünk, és
azóta is használ ő azokból dolgokat, technikákat. Valamint vannak olyan szülők, akik már az Aprók Táncházába hozzák a gyerekeiket. Ilyenkor volt arra is példa, hogy őket kértem, meg hogy egy ünnepnaphoz, jelesnaphoz kötődő éneket megtanítsanak, mert emlékeztem, hogy velük is tanultuk, vagy olyan is volt, amikor egy apukát, vagy nagyobb fiúkat, liceumistákat megkértem, hogy legényest mutassanak be a kisebbeknek. Igen, vissza-vissza járnak ők is. Egyre gyakoribb az, hogy a szülő csak hozzaviszi a gyereket, tehát ezt már meg is határozták, hogy helikopterszülők, de minthogyha így hallgatva ezeket a tevékenységeket, minthogyha az az érzésem, hogy itt egy kicsit sikerül lelassulni, kicsit sikerül odafigyelni, mert nagyon, nagyon gyakran a hétköznapokban azért nehéz az, hogy a gyerek mellé odaülni, dolgozni vele. Ez egy olyan hely, ahol még mindig van ez, hogy odafigyelni, lassú lenni. Igen, az Aprók Táncházában szülőkkel, nagyszülőkkel jönnek a gyerekek, két hetente kézművesség is van ezt követően, és nagy élmény számomra is látni azt, hogy a nagytaták ölében ülve fűzögetnek, alkotnak. Szívesen eljárnak a szülők a serketáncházas tevékenységeinkre is. Volt, mikor közösen gyöngysort fűztünk alárisokat a lányoknak a fellépésekre. Karácsonyi kántálás előtt együtt készültünk, és majd 120-an énekeltünk a téren is, a Szentkereszt templomban is együtt a szülőkkel, még nagyszülők is voltak, akik bekapcsolódtak. Igen, péntekre teszem én a serketáncos foglalkozást, amikor a szülők is egy picit meg tudnak állni. Nem azt mondom, hogy heti rendszerességgel, de időnként őket is bevonjuk ezekbe a tevékenységekbe, és szívesen vannak jelen. Fontos ez, hogy erre időt szálljunk, és hasznosabb, mint mondjuk otthon együtt megnézni tévében egy műsort? Én nagyon fontosnak tartom, mivel sok évszázadon át kialakított hagyományaink összekötnek bennünket ugye a múlttal, és segítenek kiigazodni a jelenben is. A gyerekeknek egy jó útmutatót adhatunk ezáltal. És hogyha látják azt, hogy szülőknek is fontos ez, amit ők végeznek, akkor még szívesebben vesznek részt. Akár akkor is fontos, hogyha a szülő kisség átlásos, de hogy ő nem tud szőni, ő nem tud varni. Tehát akkor is fontos. Bátorítani szeretném a szülőket, hogy el kell akkor is menni, mert... Igen, igen. Volt olyan szülő is, aki azt mondta, hogy hát életében nem fűzött gyöngyöt, nem is igazán mer nekiállni, és öröm volt a lelkemben, amikor láttam, hogy mosolyogva tér haza a kész alkotásával. Igen, mi bátorítunk mindenkit, hogy jöjjenek és szívesen látjuk. És hát ez az a tevékenység, ahol az ember nem azt tűzi ki célul, hogy hatalmas, látványos eredmény, de van-e valami ilyen megfogalmazott álma, hogy mit szeretne mondjuk a következő, vagy hogyha 20 év múlva elképzeli önmagát ebben a helyben, akkor mi az, ami boldoggá tenni, elégedetté? Hát, hogy gyerekeink tovább vigyék hagyományainkat, és a hagyományok mentén szervezzék meg életüket. Lükő Gábor szavai jutnak gyakran eszembe, hogy a hagyomány élet, az élet pedig Istentől származik. Azt hiszem, hogy ebben minden benne van, hogy mennyire fontos nekünk ezt továbbvinni. És én szeretném látni majd az unokáinkat is, hogy hasonlóan élnek. Lesz, aki ezt az oktatást, ezt a képzést átvegye öntől majd, amikor elmegy nyugdíjba? Hát ez jó kérdés. Hát, hogyha csak a saját lányaimra gondolok, ők mindketten a maguk útján viszik ezt tovább. És én hiszem, hogy még igenis lesznek. Köszönöm szépen a beszélgetést.